A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egy felnőtt labdarúgó bajnokság 26. fordulójában a Mezőkövesd Zsóri 2-es csapatát szemerkélő esőben fogadták a Szerencs VSE focistái a Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepen május 5-én. A tabella 6. helyén álló mezőkövesdiek komoly ellenfélnek bizonyultak, a meccs első gólját is ők rúgták. Ezt követően rövid időn belül a vendégek még háromszor találtak a szerencsiek hálójába. Sokat kellett várni rá, de végül a 40. percben megérkezett a szerencsiek első és egyetlen találata Jáger Mátétól, azonban egy perccel később a mezőkövesdiek az 5. góljukat is megszerezték. A játékosok 1-5-ös mezőkövesdi vezetésnél mentek pihenőre. A második félidőben a fiatalok beállításával javult a szerencsiek játéka, bátrabban fociztak, de az eredmény nem változott. Végeredmény Szerencs VSE Mezőköves Zsóri 2-1-5.